Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a múltkori Rákóczi kitérő után visszatérünk József Ratzinger munkásságára, életére, és még mindig a hittani kongregáció élén eltöltött idővel, illetve annak eseményeivel foglalkozunk, hiszen az volt az életének a leghosszabb, és mondhatni azt, hogy az egyház szempontjából egyik legjelentősebb időszaka, mert 81-től, vagy 80-tól, néha téveztem a számokat, egészen a pápa választásáig 2005-ig a hittani kongregációt vezette, és lehet azt bátran mondani, hogy vannak olyan Szent II. János pápa által írt enciklikák, amelyek nagyon magukon viselik Ratzinger bíborosnak a észjárását és kezenyomát, hiszen ők olyan jó barátok voltak, hogy ezeket meg is beszélték, át is adták egymásnak, és hát ugye volt a vicc, hogy mikor a valami olyasmit mondott a II. János Pál, ami még ilyen lehetséges és kétséges dolog volt, akkor megkérdezték tőle, és mit szól ehhez Ratzinger bíboros? Ugye ez volt a vicc, hogy ő, mint a hit fő őre ebben az ügyben is, hát a nihil obstatot azért ő figyelemmel tartotta, vagyis azt a tényt, hogy van-e a hit ellen való kijelentés abban a műben. Szó volt arról, hogy hát lehet azt mondani, hogy a hittani kongregáció élén eltöltött időnek legnagyobb és korszakos jelentőségi műve volt, hogy újra megfogalmazták a katolikus egyház katekizmusát. Nem új tételeket találtak ki, hanem az idők jeleinek a figyelembevételével, a II. Vatikáni zsinat tanításának a felhasználásával egy új megfogalmazású hatalmas művet adtak ki, bizottságok voltak, évekig tartó munka, de nem előzmény nélküli. A katolikus egyház az mindig, mint a fán, a különböző évgyűrűk egymásra rakja a hit tapasztalatát, hit életét, és így történt akkor is, hiszen volt erre egy példa már a tridenti zsinat után, amikor a római katekizmust kiadták, de az se volt olyan, hogy abszolút novum lett volna, hanem a hitújítók által felvetett kérdések, vagy amit úgy találtak, hogy nem egyezik a katolikus egyház hitével, arra való viszont válasz volt, de ezek már egy folyamatnak az eseményébe illeszkedtek bele ezek a katekizmusok, hiszen kezdetétől voltak ilyenek a katolikus egyházban. Na most én itt elhoztam azokat a műveket, amikről az elmúlt órákon szó volt, tehát a legvastagabb az a 600 oldalas a katolikus egyház katekizmusa, 92-ben jelent meg. Fölötte van a 600 kérdésből álló kompendium, mert ugye mondták a hitoktatók, jó lenne, hogyha egy kicsikét egyszerűsítenék, és néhány évvel ezelőtt, igaz, ennek van még egy gyakorló füzete is, az úgynevezett lyukat, tehát a fiatalok számára írt katekizmus, méghozzá bérmálkozók számára, amelyik abszolút mai szellemű, illetve a 10 évvel ezelőtti állapotoknak megfelelően, mert a fölütése így kezdődik, hogy szia. Ugye mondja a gyereknek, hogy vedd a kezedbe és olvasd. De még ez mindig olyan könyv, amit valamiképpen át kell ültetni a gyakorlatba. És ezért van a katekizmus mellett szükség arra, hogy katekézis is legyen. Vannak itten köztünk tanárok is, azok tudják, hogy nem elég azt mondani, hogy gyerek, itt van a matematika tankönyv, még gyűjtemény, vagy itt van egy irodalmi szöveggyűjtemény, vagy itt van egy művészeti könyv. Jó lesz, ha elolvasod és levizsgázol belőle. Nem lesz semmi eredménye. Egy tankönyvet is ki kell bontani, meg kell magyarázni, érthetővé kell tenni, és ez a katekézis. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy a katekézis
az a hittartalmaknak a pedagógiája. Hogy kell azt előadni, és hát ez is fontos, mert látjuk azt, hogy sokszor olyan eredménytelenek vagyunk, hogy növekszik a egyháziskolák száma, meg sok minden, meg itt vannak a nagy médiás lehetőségek, orrán száján lehet most már a Bonum TV-n, a Mária Rádión, Katolikus Rádió, mindenütt mondani, sőt az állami hírközlő eszközök is helyet adnak ilyennek, és nem veszük észre, hogy olyan nagyon emelkedne a legalább még az ismeretbeli tudás is, mert olyan vad dolgokat mondanak, ha megkérdezzük őket. Ugye? Na most ezért hát ez fontos dolog, és ezt maga a Ratzinger bíboros is számos esetben elmondta, hogy mit kellene tanítani, vagy mi az a súlypont, amit nekünk át kell adni. Egyébként azt tanítja az egyház, hogy minden életkorban szükség van ilyen katekézisre. A kisgyereknek, az ifjúnak, a felnőttek, de még valamiképpen az idősebb nemzedéket is foglalkoztatni kell, és tanítani kell őket rendszerezett módon, aminek a fő gondolata, hogy Jézus Krisztust megismeri, higgyék, és a tanítását elfogadják. És hát itt a lépcsők vannak, ugye kezdődik a család életében, ha kezdődik, de sajnos nem kezdődik sok esetben. Utána van egy iskolai nevelés, utána van a liturgikus nevelés, a szentségekben való beavatás, és aki magasabb fokon akar megismerkedni, az végezhet teológiát is, és ez most már nem a papoknak a monopóliuma, hanem bárki, sőt oda jutottunk el, hogy a főiskolákon, egyetemeken sokkal több civil, úgynevezett civil hallgató van, aki ezzel megismerkedik. Na most ez az egyház belső életéhez tartozik jobbadán, hogy növekedjék és a minőségibb legyen maga a hit átadás és a hit átvétel. És az egyház történetét ezt végig kísérte. Az első ilyen mű, azt lehet mondani, hogy maga a didakhé volt. Tehát a szóban benne is van a tanítás. Ugye szoktuk mondani, hogy didaktikus, meg hasonló. A didakhé, a tanítás, ez majdnem azonos korú a szentírással. Majdnem. Sőt, vannak olyan könyvei bizonyára az újszövetségi szentírásnak, aminek a végső kanonizálása, hát még később történt meg. És a didakhé lebont sok dolgot. Most egy egészen mai időknek is fontos útmutatására mutatok rá. Itt vannak mondjuk a migránsok, a szegény emberek, meg azok, akik a harmadik világhoz tartoznak. Most mit csináljunk vele? Hát most ész nélkül, minden további nélkül. Tény az, hogy a keresztény embernek a rászorulón segítenie kell. Ez Jézus tanítása, sőt már az Ószövetsége is, de Jézus ezt egyetemesítette, és ő maga is erre adott példát. De most ezt hogyan gyakoroljuk? És mit mond a didaké? Azt mondja, izzadjon meg kezedben az alamizsna. Nem azt mondta, hogy fogdossunk egy darab kenyeret, még össze nem gyúrjuk, hanem azt, hogy tudd, hogy kinek ad, kinek adod. Hogy nem lehet a szélhámosságnak, nem lehet a visszaélésnek az eszköze, hanem meg kell azt gondolni, hogy kinek adom oda. És hát sok ilyen akkori praktikus tanítás mond, azt mondja, jön egy vándor tanító. Az nehogy ott anyázzon nálad hosszú ideig, adsz neki egy-két éjszakaszállást, egy keresztény vándor tanító, mert ha tovább akar ott lenni, akkor ez csak élősködik. Ezt a Berki Felésztő hallotta annak idején, hogy az Átosz hegyen volt fiatal korában, ő egy ortodox pap volt, és hát kapcsolata volt a görög Átosz hegyi szerzetesekkel.
különböző kolostorok voltak, ahol el lehetett tölteni egy vagy két hetet. Igen ám, de az Áthos szegyén van vagy 50 kolostor. És azt mondja, elment oda, 10-20 év múlva megint oda ment, akkor találkozott ugyanazokkal az emberekkel, akik két hetet voltak itt, eljöttek, elmentek a másikba, a harmadikba, a negyedikbe, és eltöltöttek így egy életet, hogy őt ott vendégül látták. De most azt mondja Didaké, egy-két nap, utána akkor az nem igazi vándortanító. Tehát itt lehet látni, mikor át kell vinni a gyakorlatba, meg meg kell magyarázni. És aztán utána jöttek az egészen teoretikus művek a katekizmus területén, katekézis területén. Ott van egy jeruzsálemi Szent Cirill, ami olyas valaki a katekézisek történetében, mint ahogy az oroszok mondták a klasszikus irodalomban, hogy mindannyian Gogol köpenyéből bújtunk ki. Tehát mindannyian valamiképpen visszamegyünk oda. Na most így van a katekézissel is, a katolikus világ, sőt a keresztény világ, hogy jeruzsálemi Szent Cirillnek a katekézise olvasható, még magyarul is, megboldogult Vanyó professzor jó voltából, aki ezt magyar nyelvre is lefordította. És aztán jöttek a katekézisek. Hát én magam is gyakorló hitoktató voltam, sőt tanítottam kateketikát és pedagógiát. Még mindig van egy szekrényre való különböző hittankönyvem. De a 19. század közepétől az összes ilyen dolgot összeszedtem, hogy lássam, hogy hogy és miként tanítottak a 19. században, 20. században, vagy annak végén. Tehát ez egy folyamat, ami hát mindig megújulásra szorul. Arra most nem térek ki, de azt tudni kell, hogy Magyarországon a katekézis főként a kommunista időktől kezdődően valóságos kálváriát járt. Mert először betiltották a kötelező hittant, utána az úgynevezett fakultatívvá tétellel mindent elkövettek, hogy megszűnjön, és aztán ugye a templomban a plébánián nem engedték, 57 után, mikor konszolidálta magát a Kádár rendszer, akkor Munich Ferenc újra kiadta hitoktatásra vonatkozó kormányrendeletet, ami gyakorlatilag visszament a régihez, hogy megszüntették javából az egyháziskolákat, mindössze 8-at hagytak meg, és annyira bekorlátozták, hogy amikor még én is teológiát tanultam, olyan nagy eredménynek tüntették föl, hogy tarthatunk két hónapos első áldozási és bérmálkozási előkészítőt a templomba. Az AIH-s leparancsolt engem a plébániáról, egy emeletes plébánia volt, csak a templomba lehetett, és ami abszurd dolog, se kérdezni, se leckét feladni, tilos volt. Na most tessék egy gyereket itt szóba tartani, meg azt jegyezze is meg. Tehát minden eszközt kivettek, szemléltetni, az pláne nem lehetett. Az más kérdés, hogy a papok titokban megcsinálták, de nagyon akadékoskodni akartak, beívatták és elvették a hitoktatási engedélyét. Ez csak úgy mellékjáratként mondom el, hogy így nézett ki 1989-ig a törvényes engedélye a magyarországi katekézisnek. Szabadabb világban most, amiben mi vagyunk, hát hozzáférünk mindenféle okmányhoz és forráshoz. De hát volt a római nagy katekizmus, a katolikus egyház katekizmusa, és ehhez kapcsolódó pápai instrukciók és hittani kongregáció által kiadott instrukciót, amikor kiadták a kateketikai direktóriumot, II. János Pálnak volt egy írás, a Catechesi Tradendi, az átadandó hitoktatásról, és ez 79-ben jelent meg. Annyira örültünk neki, érdekes módon megengedték, hogy a Szent István Társulat kiadja, de még álltak azok a törvények, ami szöges ellentétben volt azzal az írással, hogy dinamikussá kell tenni, be kell kapcsolni, közösségeket kell szervezni, ifjúságot el kell vinni, és így tovább. Mert még a törvény az volt, hogy kérdezni nem lehet, házi feladat feladni nem lehet,
kirándulni elvinni a gyereket. Nem lehet szemléltetni, nem lehet, de legalább megvolt nekünk a katekézi tradend, és erről külön fejmosásokat is kaptunk az AIA vezetőitől, hogy mi mit nem csináltunk, mert mindig avval védekeztek, hogy az ifjúság nevelése a mi feladatunk. Önök átadhatnak vallási ismereteket. Na épp erről van szó, hogy mi nem ismereteket akarunk csupán átadni, hanem azt szeretnénk, hogy életformává váljék mindaz, amit oktatunk, tanítunk, pedagógia különböző eszközei vagy nevelünk. Tehát életformává. Mostanság többször lehet hallani azt, és ezt kifogásolom magam részéről, vagy az, mint Karocsi érsek, hogy azt mondják, nem a hitéletet akarjuk mi támogatni, mert nehogy azt mondják, hogy ez ellene van a mai világ demokratikus és liberális szellemének, mi a keresztény kultúrát akarjuk támogatni. És ezt nyíltan mondják is, csak hogy a kultúra önmagában nem áll meg. Hát a leggroteszkebb az volt, amikor az első világháború idején megtartották a karácsonyt, még a lövészárokba is, elénekelték a Stillenachot, átszóltak az ellenségnek, boldog karácsonyt kívántak, a keresztény kultúra szellemében még valami ágat föl is díszítettek, és másnap mentek egymásra a szuronyruhamra. Hát itt lehet paródiáját adni a keresztény kultúrának. Vagy most örülünk annak, hogy végül is bevezették az iskolába a hittant. Mert senki nem találta azt ki, hogy miként lehetne egy egész társadalmat valamiképpen nevelni kötelezés, általános tanítás, oktatás, hitoktatás nélkül. Csak hogy ez azért kevés, mert azt mondják, hogy hát ez megtörtént az oktatás, kész, másra nem is kell. És van olyan felekezet, amelyik úgy próbál verbúválni gyerekeket, amikor a beiratás van, nálunk nem kötelező Isten tiszteletre jönni. Gyere, megtanulod az összes prófétát, ha elmész a múzeumban, föl fogod ismerni a bibliai jeleneteket, meg hasonló, mert hát végig is azért ez illik, ha keresztény kultúrába élsz, de hogy vasárnap Isten tiszteletre gyere, ez nem kötelező. Egyébként imádkozni se kötelező, meg semmit se kötelező, csak tudjál valamit. Na, ezt mondta Ratzinger bíboros, hogy meg mi is azt mondjuk, hogy ez nagyon kevés, hiszen a keresztény élet egészébe akarjuk belevinni az embereket és az egyház hitébe. Mi nem azt mondjuk, hogy Isten és én, hanem én az egyházban vagyok. Ugye? Abba az egyházba, amelyik viszi tovább a hitet, viszi tovább a keresztény élet formát. És ez egy mondása, nagy perspektívájú mondása Ratzinger bíborosnak, hogy a történelmen átvonuló egyházba akarjuk. Tehát nem, amit máma találtak ki. Ugye még ma is vannak emberek, akik vallást alapítanak. Ma is. Mi nem ilyen egyházba akarunk belépni, hanem a történelmen átvonuló, ami Jézus Krisztus idejétől való. És hát ebben akarjuk belegyökeresztetni az embereket, és itt kell a katekétákat képezni. Több tanulmányát elolvastam Ratzinger bíborosnak, és egyik helyen kifejezetten mondja azt, hogy én nem adok konkrét utasításokat a módszerekre, én a tartalmat mondom meg, mint a hittani kongregációnak a vezetője. Ő nem csak azért mondta ezt, hogy ő nem sok hittan tanított, bár tanított, mert benne van az életrajzában, hogy fölszentelése után városi gyerekeket meg tanított hittanra, meg ifjúsággal is szívesen foglalkozott. Nem azért mondta ezt, hogy eltelt 40 év, és nekem már nincs közvetlen kapcsolatom, hanem nem tartozik a lényeghez, hanem az eredményességhez tartozik a módszer. Hogy adom át? És erre már valóságos egyetemi stúdium épül a módszerekre.
Mert nem csupán arról van szó, hogy egyre több beteg gyerek van. Diszgleksziás, diszgráfiás, esen is, autista, a csoda tudja, ez tény, nem lehet kibújni előle. Benne vagyunk abban az ördögi körben, hogy kisgyereknek nyomjuk oda a számítógépet, és utána rájönnek arra, hogy pszichikai problémákat okoz. Tehát nem pusztán erről van szó, hogy olyan dolgokkal szembesülünk, amit még akár 20 évvel ezelőtt se láttunk, hanem ugye a módszerek azok változhatnak, ő itt a tényeket akarja leszögezni. Azt mondja, hogy az ember kapcsolatokban él, mert senki nem tudott emberré válni, hogy ne lettek volna emberek körülötte. Kapcsolatokban élünk. De a legteljesebb kapcsolat az Isten kapcsolat. És erre kell rájönnünk, mert valamiképpen még az örök élet is egy Isten kapcsolatnak a mélységéből áll. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Atyám, s akit te küldtél, fiadat Jézus Krisztus. És itt az ismeret a teljességét jelenti a biblikus értelmébe. És hát ezt a kapcsolatot akarja kifejleszteni a hitoktatás, és nagyon fontos, amikor a katekizmusokat átvesszük és tanítjuk, hogy a hitoktató tisztában legyen azzal, hogy nem ilyen lángeszű rögtönzése dobálták össze a különböző témákat, hanem nagyon racionálisan, hogy mit hiszünk, miben remélünk, mit kell tennünk, és mi az a élettér, hogy ezt a szót használjam, amiben ez megszülethet, a szentségek, az egyház, az egyház ünnepei, és hát a katekizmusnak, a katekéták által való földolgozása elmélkedést kíván. Ezt mondja. Majd erre még ki fogok térni, mert erről is adott ki a hiteli kongregáció az elmélkedésről. Egyszer, még jó régen, fölvettem egy stoppost. Húsvét délutánja volt, és hát hova tart? Mondja, hogy Hartyánra. Mi van ott? Mi se lesz? Hát én ismertem a papot, az egy ilyen karizmatikus ember volt, és tényleg el is vittem, nagyon sokan ott voltak. Hát én mondom, miért ez magának nem jó, hogy otthon vegyél részt? Azok a papok azt mondják, amit betanultak, de ez olyat mond, amit át is él. Át elmékedett. Ugye mondja ez az ember, hogy a többi pap azt mondja, amit betanult, mondta ő. Na most ugye itt Ratzinger azt mondja, át is kell végül is elmékedni. Tehát nem arról van szó, hogy a hitoktatónak jobb az emlékezete, mint a gyereknek, mert régebb óta is hosszabban foglalkozott vele, és jobban vissza tudja adni a kérdésekre a választ. Hanem neki ezt át kell gondolni. Mert esetleg fölteszek olyan kérdést is, ami nem közvetlenül válaszolható meg ennek alapján, hogy ezért nem gondolkodott, akkor erre nem tud majd válaszolni. Meg hát egyáltalán ahhoz, hogy leülepedjen bennünk, erről nekünk gondolkodni, elmélkednünk kell. És hát aztán mondja, hogy hát beszélünk arról, hogy válságban van a katekézis. Itt nem pusztán arról van szó, hogy egyre nehezebb tanítani a gyerekeket. Mert aki ezt nem akarja elhinni, az kérdezze meg olyan tanárokat, pedagógusokat, akik ugye a életútjuk, már szakmai életútjuk vége felén járnak, hogy mi volt 30-40 és mostani időben, vagy nem beszélve arról, hogyha egy nagyon öreg tanárral még valaki találkozik, azt mondta, hogy neki volt még 80 gyerek is ottan, és szépen ültek, viselkedtek, tanította őket, sőt, több osztály volt, meg csoport, ennek ezt adta fel a másiknak azt, és akkor hát így, meg ugye, hát van itt egy régi hitoktató, a véső alatt ugye volt is egy ilyen Herman néni, aki kiadta saját tapasztalatairól az életrajzát, ő leírja, hogy milyen gyerekek voltak akkor, és most milyenek vannak, hogy nehéz velük bánni. Tehát nem ezért van pusztán válságban a katekézis,
hanem valamiképpen mélyebb oka van, a hitnek az oka. Hitválság van. És ezért, amikor azt mondják, hogy Isten igen, egyház nem. Már Jézus Krisztussal is sokszor úgy vannak, hogy na hát Jézus Krisztus, egyház nem. De itt valójában egy hitválság van, méghozzá annak a válsága, hogy a legfontosabb tények egyikét, Jézus Krisztus istenségét nem fogadják el. Ezzel van probléma. Illetve menjünk még messzebbre, Isten kérdés is problematikus az emberek számára. És szeretnének egy olyan egyházat sokan, mondjuk a mai világban, amelyik mindenféle transzcendenciától meg van fosztva, pusztán ilyen szociális, humanisztikus, emberbaráti, van ilyen, hogy ilyen egyház legyen. Mi azt mondjuk, az következmény, az, hogy mi foglalkozunk a elesettekkel, hogy tartunk fönn szociális otthont, vagy olyan kórházat, az következménye annak, hogy a hívő ember igyekszik segíteni az embertársát. De ott, ahol nincs transzcendencia, magyarán kizárják az Istent, Jézus Krisztus istenségét, ott egy olyan közösség, olyan egyház jön létre, ahol szociológiai és antropológiai dolgok alapján szabják meg az erkölcsi rendszert. Mit jelent ez? Fölmerül egy kényes kérdés, hogy most legyen abortusz, legyen melegházasság, ne legyen melegházasság. Fölteszik a parlamentben a kérdést, vannak 500-an, abból 260 azt mondta, hogy igen, a többi meg nem. Győzött a demokrácia, igen. Ez a szociológiai. Az antropológiai pedig azt mondja, hát igen, hát most mit tehet ő róla? Emberi természethez hozzátartozik az is, ami valójában nem a természet rendjéhez való, de hát el kell fogadni. Az antropológiai képletből azt származik, hogy mindenféle emberi magatartásra azt kell mondani, hogy mehet. Ezt el kell fogadni, mert hát ilyen világban élünk. És aztán ugye ebből adódik az, hogy ezek az egyházak szétesnek. Mert ott mindig jön egy okos ember, aki azt mondja, hogy ó, még ezt is be kéne venni. Most már a természetvédelem fontosabb annál, hogy te imádkozol. Akkor azt hagyjuk el, legyen benne a természetvédelem. És hát sok minden más ilyen hasonlókkal találkozok, hogy ezek szétbomlanak, mert ezek olyan közösségek, amik egy nagyon aktuális kérdésre verbuválódtak. És mik a súlypontok? Kérdezzük, ő vagy mondja, Ratzinger bíboros. Azt mondja, a súlypont mindenek előtt az Isten kérdéstől függ. Ez egy központi kérdés. Tehát az Istenről való helyes beszéd, az isteni kinyilatkoztatás megismerése, és ebben nem csak a Biblia tartozik bele. Mondjuk elsődleges forrása lehet azt mondani, a Biblia, de a kinyilatkoztatás többettől. És már a Bibliának is megvolt a katekézise. Tehát azt sem lehet csak úgy odaadni, hogy nesze itt van, olvassad, mert azt magyarázni kell katekézis formájába. Hát vannak rá klasszikus példák, de? Tehát ott van egy etióp udvarnok, olvassa Izaiás könyvét is, nem érti. És a Fülöp diákonus elmagyarázza neki. És akkor levonják a következtetést, hogy talán meg is kellene neki keresztelkedni. Vagy ott van a két Emmauszi tanítvány. Bandukónak Jézus fontosnak tartja azt, hogy a Szentírás különböző helyeiről kivegye azokat a tanításokat,
ami az ő szenvedésére és föltámadására vonatkozik. De ez nyilván, hogy az Ószövetség, mert akkor még nem írták meg az újat. És ez a katekézis, hogy ott bandukolnak az úton, ez meggyőzi őket, és azt mondja, akkor visszafele fordulok, hogy nem, de lángolt a szívünk. És ugye van ott egy tapasztalatuk azzal, hogy megnyílik a szemük, fölismerik Jézus Krisztusban a föltámadottat. Tehát az első dolog az Isten kérdés központi jellege a katekézisben. Mert különben egy ilyen gentleman tanítást adunk, hogy hogy kell udvariasnak lenni, mit kell tennünk ahhoz, hogy az emberek hangulata jobb legyen, de alapvetően az Isten kérdés. Aztán utána jön a Jézus Krisztus alakjának a teljes egészében való bemutatása, hiszen általa ismerjük meg az Istent. Tehát ott nem lehet kivenni olyan dolgokat, hogy volt olyan magyarázó, eljutott a kereszt alálig, ez még biztos. Még el is temették, ez is biztos. És ott a názáreti Jézusról szóló könyvét befejezte. Mondván azt, hogy a föltámadás az nem olyan történeti tény, mint hogy Jézust megostorozták. De hát akkor nem foglalkoznánk ezzel, hogyha Jézus föltámadása nem történik meg, és mi nem hiszünk benne. Tehát Jézus Krisztus alakjának a teljes megismerése. És ugyanígy a teljes katekizmusé is. Na most nyilvánvaló, hogy nem lehet gyerekekkel, általános iskolásokkal megtanítani egy nagy katekizmust. De az okos katekéta az tudja, hogy hogy kell leegyszerűsíteni, és hogy kell úgy elmondani, hogy az mindig bővíthető legyen. Hogy sose mondjunk olyat, amit vissza kell vonnunk. Yeah. Tehát ilyen gólyameséket nem lehet mondani, hanem mindig olyat kell mondani, ami tovább-tovább bővíthető. És mindig a teljességre kell törekedni a katekézisnél is. De nyilván nem azt jelenti, hogy előveszi a hitoktató a könyvet, hú, még kimaradt három lecke, most akkor berendelem a gyerekeket, mert még ezt is kell, hanem úgy kell, hogy ő egy viszonylag a maga korának megfelelő képpel tudjon kimenni a világba. És hát ez vonatkozik a katekézisre. Mi a minta számunkra? Volt egy mintánk a kezdet kezdetén, vagy az első századoktól, a katekumenátus. Amikor nem pici gyerekeket, hanem értelme használatára eljutott fiatalokat oktattak. Neveltek, tanítottak, próbák elé állítottak. Jól lehet, tudjuk azt, hogy egy-egybe ezt visszaállítani nem lehet. De azért ez egy jó példa lehet számukra. És ott ugye volt egy fokozatosság elve. Például nem az volt, hogy rögtön bevitték a misére őket, még semmit sem tudott, de már bevitték. Hát először is ugye Jézusnak van egy mondása, hogy nevessetek gyöngyöt a disznók elé, ezt úgy kell érteni, hogy vannak olyan dolgok, amit nem lehet azonnal föltárni és elmondani, és akkor csak kinevetik. Hanem megfelelő módszerességgel, ez volt az úgynevezett disziplina arkáni, a titoktartás, hogy amikor készítették 3 évig a katekumeneket, akkor a legvégén mondták el nekik a hiszek egyet, a mi atyánkot, a szentségek leglényegét. Nem inkább ilyen nevelés, oktatás volt, és hát miután akkoriban a keresztség összetartozott a birmálással, akkor ott a Szentlélekre való ráhangolódást is tanították. Ugyanis mi azt mondjuk, hogy
minden eszközt föl kell használni a katekézisnél, amit lehet pedagógiából tudni, meg mindenféle szaktantárgyból. Oktatunk, nevelünk, ami annyival több az oktatás, hogy próbáljuk gyakorlattá tenni azt, amit tanítunk. De még ez mindig kevés. Azért kevés, mert természet fölötti dolgokat fogunk megismerni. És itt magának a Szentléleknek a segítsége és tanítása szükségeltetik. Ezért mondja az Úr Jézus, sok mondani valom volna, de nem értitek még meg. Majd, ha eljön a Szentlélek, meg fogjátok érteni. És a Szentlélek adományai között van olyan három, ami kifejezetten, bár ott még ilyen is, hogy a hűség, vagy a kitartás, az is valamiképpen a Szentlélek adományai közé tartozik, hogy valaki a jóban kitartson, a lelki erősségben, de az értelem, a tudás és a bölcsesség lelke, az kifejezetten oktatás nevelésnek a megfelelése. És itt az értelmen azt értették, hogy el tudjunk igazodni a hit igazságokban. Mert nem könnyű. Tehát, hogy ószövetség, új szövetség ismerete, el tudjunk benne igazodni. Ez az értelem ajándéka. A tudomány ajándéka az, hogy az ember, ez is lény, a világ dolgaival találkozik, és ne azt jelentse számára a hit, hogy az ellentétes a gyakorlati eszével és tudásával, hanem az is vezesse őt rá az isteni világra. Mi azt mondjuk, hogy a tudomány az nincs ellentétben a mi hitünkkel. Jól lehet, vannak olyan dolgok a hittitkokban, ami tudománnyal föl nem fedhető, de szükséges az, hogy a világi tudományoknak az ismerete előbbre vigyen bennünket a hitbe, és valamiképpen a tudásunk és hitünk együtt nevelődjék és szinkronba legyen, hiszen ez egy nagy tapasztalat, hogyha valaki csak egy első áldozás koráig tanul hittant, amit el is felejt nagyjából, közben más téren egy kvalifikált tudásra tesz szert, akkor a feszültség van, hogy az félre is teszi a gyerekkori hitét. Tehát föl kellene nőni a hitének is a tudásához. És aztán még van a bölcsességnek az adománya, a dolgok legmagasabb szempontból való szemlélése. Ez a bölcsesség. Ez lehet kicsiben, nagyba, és miután itt hittarról van szó, az örökké valóság fényénél, az isteni kinyilatkoztatás fényénél és szempontjából kell nekünk nézni azokat a dolgokat, amelyek az élet velejárói. Ez a bölcsességnek az adománya. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy a katekézisből mi soha nem hagyhatjuk ki. Ugyanúgy a katekétának meg lehetnek az eszközei, ami egy világi tanításban benne van, de ugyanakkor olyan töblete is van, hogy imádkozik a gyerekért, ő a szentségekhez viszi, beleviszünk ilyen dolgot, hogy van böjti nap, van bűnbánattartás, ami kimondottan csak a hitből származó kegyelmi tanítás és ajándék. Tehát a katekézisünk az ezt kell, hogy magába foglalja. Benedek pápának van a katekétákhoz való tanítása, és hát ez a keresztény katekézisnek is iránymutatója lehet. Azt mondja, Krisztusra nézni. Ha ezt tesszük, látni fogjuk, hogy a kereszténység több és más, mint egy erkölcsi rendszer, mint egy sor követelmény és törvény. A kereszténység egy életre halálra szóló barátság ajándéka. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, hanem barátaimnak. Jézus mondja az utolsó vacsorán.
Erre a barátságra bízzuk rá magunkat. De éppen azért, mert a kereszténység több, mint erkölcs. Éppen mert egy barátság ajándéka, hatalmas erkölcsi erő rejlik benne, és erre korunk kihívásait tekintve nagyon nagy szükség van. Ha Jézus Krisztussal és az ő egyházával együtt újra és újra elolvassuk a Szentírást, egyre jobban elmerülünk mélységeiben, nagy mindig érvényes és maradandó útmutatást találunk. Mit jelent Krisztus tanítványának lenni? Elsősorban azt jelenti, hogy megismerjük őt. Meghívást jelent, hogy hallgassunk rá, amikor beszél hozzánk a Szentírás szavaiban, amikor megszólít minket az egyház közös imájában, a szentségekben, a szentek tanúságtételében, és közeledik hozzánk. Krisztust sohasem lehet csak elméletben megismerni. Lehet valaki nagyon tanult és tudhat mindent a Szentírásról, mégsem találkozik vele. Megismeréséhez tartozik, hogy vele együtt haladjunk, belépjünk érzésvilágába, ahogyan a Filippi levél mondja. Szent Pál így írja le röviden ezt az érzésvilágot. Legyen bennetek szeretet, legyetek lelki közösségben, legyetek egyetértők, ne tegyetek semmit versengésből, se hiú dicsőségből. Egyiketek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem másokét is. A katekézis sohasem lehet csupán értelmi oktatás. A katekézisnek rá kell nevelnie a Krisztussal való életközösségre, az alázatra, az igazságosságra és a szeretetre. Csak így járunk Jézus Krisztussal az ő útján. Csak így nyílik meg szívünk, szeme, csak így tanuljuk meg megérteni az írást, és csak ekkor találkozunk vele. Jézus Krisztussal akkor találkozhatunk, ha hallgatunk rá, ha imáinkkal és cselekedeteinkkel válaszolunk arra, amit mond nekünk. Krisztust megismerve ismerjük meg Istent. Csak Istenből kiindulva értjük meg az embert és a világot, amely különben értelmetlen kérdés marad számukra. Ebben a rövid kis eligazításban is, ugye pontosan ezeket a más helyütt elmondott nagy axiómákat mondja, hogy Isten megismerése, Krisztus megismerése által az Isten megismerése. És hogy ezek azért fontosak, mert nem csak az Isten megismerésével leszünk gazdagabbak és életcélt kapunk, hanem az ember megismerésével is. És ő valahol így mondja egy helyütt, hogy ha Isten kérdése tisztázatlan ebben a világban, akkor az emberi élet a halállal együtt értelmetlen. Mert nincs rá válasz, ugye? Ma hallottam, hogy megtalálták Telekinek a búcsú levelét, amit valami beosztottjának írt, pedig érdekes, hogy egy hívő ember volt, csak annyi minden érte, hogy azt írta, megutáltam az embereket. Úgy temessetek el, hogy sírkövön ne legyen rajta nevem. Ne legyen ott senki, csak ön, mármint a beosztottja. Mi kellett lejátszódni egy embernek a lelkébe, hogy ide jutott el? Hát, aki még Istent is messziről vagy támadólag fogadta élete folyamán. Ott az élet, a halál kérdése egy nagyon nagy kérdőjel marad. És azt mondja, hogy a katekézis az nem arra való, amit sok ilyen egyszerű ember mondott. Elmélt a hit arra, ott nem tanul rosszat, oda menjen. Az igaz, de ez nagyon kevés. Az élet értelméhez kell. És talán volt egy Fila Lajos nevű hitoktató, azt mondta papunk, azt mondta neki a iskolapártitkár,
Hittanos gyerekek se jobbak, mint a többi. Azt mondja, lehet. De ezek már most találkoznak olyan kérdésekkel, amire lehet, hogy majd csak maga öregkorába fog eljutni, és helyzeti előnyben lesznek magával szembe. Hát ezért is kell a katekézis. Dicsértessék a Jézus Krisztus!